azt nem is ér. Szotyi... 2010-ben indítottuk útjára a képzőművészeti pályázatunkat. Igazából az volt a cél, hogy minél több középiskolást és felsőoktatásban tanuló diákot elérjünk. Olyanokat, akik művészeti képzésben tanulnak, és olyanokat is, akik csak pusztán érdeklődnek a művészeti iránt, mondhatnám mondjuk amatőrök, lelkes amatőrök. És aztán a hosszú évek során bebizonyosodott, hogy nem csak amatőrök, hanem igazán profik is indulnak a képzőművészeti pályázaton, úgyhogy egy impozáns szám, 1700 induló, és közel 3800 pályamű érkezett be a 7 év alatt a diákhitelközponthoz. Néhol ez a katya atya ég, csupa szép kék folt, ilyet nem oda kirúg. A cuk bújt, de ide a cipőm, de bizony a cuk fújja vele a dobogás. A zászló, a lötyög a kezemben. Idén arra voltunk kíváncsiak, hogy a fiatalok hogyan látják azt, hogy milyen szerepekben kell majd helytállniuk a jövőjük során, és milyen szerepeknek kell megfelelniük, erre váltuk a válaszokat. Összességében idén, ami nekem nagyon tetszett, az, hogy az eddigi évektől eltérően sokkal derűsebb alkotások születtek, illetve nagyon sok olyan alkotás, amiben a humor mindenféle szinten szerepet kapott. Nagyon tetszett az, hogy ez a generáció ennyi iróniával, ennyi kreativitással, ennyi humorral és ennyi, hogy is mondjam, csak szenvedéllyel látja magát ilyen sokféle szerepben. Fölmeri vállalni a kétségeit, fölmeri vállalni a kételjeit azzal kapcsolatban, hogy mi vár rá a jövőben, és hogy ezek a szerepek, amelyeket játszania kell, ezek vajon biztos, hogy megfelelnek-e majd számára. De még egyszer mondom, az a humor, irónia és önreflexió, amivel látják magukat, az nagyon pozitív volt, és tulajdonképpen a pályaművekre talán, ha szabad azt mondanom, egy kicsit mindegyikre jellemző volt ez, hogy képes volt görbetükröt tartani saját magának is, vagy annak a helyzetnek, amiben majd éppen kerül. A képzőpályázatunk idei témája számomra is egy igen izgalmas topikot boncolgat. Fiatal művészek ugye a szerepmodell kérdést járták körbe, és azt fogalmazták meg képi eszközökkel, hogy milyen szerepeket vállalhat egy ember az élete során, milyen elvárásoknak kell megfelelnie, ha karriert épít, vagy ha családot alapít. Kiabálja, add át, itt nincsen aki árva, add át, a csapat ezen áll, add át, hogy innen jön a lárma, add át, az utca... Hát igazából az alkotás nem mint fotó készült, hanem egy installáció, egy, hát igazából nylon darabokból összeforrasztott egy ilyen overall, de a köntös címet viseli. Mindennapi álca, amit magunkra húzunk, ahogy én bármilyennek beállíthatom magamat, hogy csak az eszencia jön be, közben meg hazamegyünk, ezeket levetkőzünk, és igazából azt csak a közeli ismerősök láthatják. Egy faltó falik ház, hol az embertelen gáz, és volt egy 20 éves láz. A munkámat végül is azért készítettem, hogy megmutassam, hogy szerintem napjainkban a nőknek úgymond nagyon sok szerepet kell vállalniuk, és hát ezt szerettem volna ábrázolni. Ó, ez embertelen gáz! De jött egy szupony színű gép! Ó, ez embertelen szép! És jött sok féktelen körék! Ó, ez embertelen szép! És fogcsikorogva forogtam köztük, és fogadkoztam, hogy nem esek szép. Ó, ez embertelen szép!